Ma virágosztás van az érdi főtéren, 1001 nyári palántát osztanak szét az érdiek között. Mi az apropója ennek? Az önkormányzat indított egy akciót, illetve egy pályázatot írtunk ki, Virágzó Érdi Porta címen. 4 kategóriában várjuk majd az érdiek nevezését. A célunk pedig az, hogy a városnak egyrészt az esztétikai megjelenésén közösen tudjunk kicsit javítani, másrészt pedig, hogy a kertvárosi, kertgondozói, kert szerető réteget kicsit helyzetbe hozzuk, és minél szebb környezetben töltessük el a mindennapjainkat. Ezekről a kategóriákról lehet tudni, milyen kategóriákban és milyen feltételekkel lehet pályázni? Ez a pályázat ez másodjára kerül kiírásra, tavaly évben volt, egy kicsivel rövidebb pályázati határidővel sajnos, tehát kevesebben tudtak csak ezen részt venni. Itt az volt alapvetően a célunk, hogy attól függetlenül, hogy milyen ingatlanban él valaki itt Érden, találja meg mindenki azt a kategóriát, ahova a közvetlen környezetében levő kisebb kerttel, de akár egy erkéllyel vagy egy terasszal is tud elnevezni. A 4 kategória egészen pontosan a virágzó kert, a bőtermő konyhakert, a legszebb utcafront, illetve a legszebb terasz vagy erkély.